Második óra körülbelül. Harmadik, nyelvtan. Életük első órarendjét írták szerda reggel a tamási Béri Balog Ádám iskolát most megkezdő elsősök. Eközben a felsőbb évesek a tankönyveiket vették át. A diákok már nagyon várták, hogy több hónap után ismét találkozhassanak. Nagyon remélem, hogy idén már egész évbe tudunk jönni. Egy év múlva érettségizni fogok, és ez ennek a szempontjából is nagyon fontos, mert a jelenléti oktatás szerintem jobban ösztönzi a diákokat is a tanulásra. Ugyanebben bízik az iskola vezetője is, vagyis hogy idén nem kell átállniuk digitális oktatásra. Az óvodai tagintézményünkben 4 csoporttal és 88 kisovodással, az általános iskola alsó tagozatán 4 osztállyal és 102 tanulóval vágunk neki az iskola a tanévnek. A gimnáziumban pedig jelenleg, bár ez óránként változik, hiszen vannak még most is beiratkozók, 15 osztály 329 tanulóval vág neki az új tanévnek. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolákban, így a dombóvári Apácai Csere János Technikum és Kollégiumban is becsöngettek kedden reggel. Nagyon örülünk neki, hogy elkezdődött az iskola. Nagyon jó, hogy már nem virtuálisan kell otthon lenni, hanem már itt vagyunk bent. Nagyon jó, hogy minden napra vannak nekünk programjaink. Be vagyunk osztva, holnap például osztályt fogunk díszíteni, aznap kihúzzuk, hogy pénteken merre megyünk szemetet szedni. Ebben az iskolában mintegy 500 diák kezdi meg a 2021-22-es tanévet, ami létszám növekedést jelent, hiszen egy évvel korábban mintegy 450 diák járt az intézménybe. Az idei tanév az rendhagyó módon fog kezdődni, egy úgynevezett iskolafoglaló projekttel indítjuk. Ez azt jelenti, hogy az első időszakban nem tanulunk, hanem különböző iskolán kívüli rendezvényeken, tantermen kívüli rendezvényeken vesznek részt a diákjaink. Ez kicsit segíti, hogy újra visszaintegrálódjanak a közösségbe, újra összekovácsoljuk ezeket a közösségeket. Éppen a tankönyveket kapják meg a diákok a bátaszéki II. Géza gimnáziumban. Szeptember 1-én az ünnepélyes évnyitót követően osztályfőnöki órák vették kezdetüket az iskolában, melyek során a tanév terveiről, programjairól és természetesen a házirendről tájékoztatták a tanulókat. A diákok nagyon várták már, hogy újra találkozhassanak. Itt közel 300 gyerek ült vissza az iskolapadba. Sümegi József, az intézmény igazgatója azt mondja, minden tanév egy új kezdet is egyben. Újra tudjuk kezdeni a munkához való becsületes hozzáállásunkat, újra tudjuk kezdeni az emberi kapcsolatainknak az építését. Én ezekre a gondolatokra tettem a hangsúlyt most, ezt próbáltam a gyerekeknek is átadni, és erre fölhívni a figyelmüket. Tolna megyében idén több mint 20 000 diák kezdte meg a 2021-22-es tanévet.